szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben Sakmagazin 2019. áprilisi adásában. Én Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és sajnálattal kell tudatnom a kedves nézőkkel, hogy állandó műsorvezető társamat, Varga Péter nemzetközi mestert, egy szakmai nagymestert nélkülözni kell a mostani adásban. A Legutóbbi adásunk óta befejeződtek a Diákolimpia országos döntői, mind a nemzetközi értékszámmal rendelkező, mind a nemzetközi értékszámmal nem rendelkező diákok tekintetében, először is erről szeretnék tudósítani. Megyénk sakkozói, megyénk bajnokai voltak, jogosultak részt venni a Diák Olimpia országos döntőin, és igen szép sikereket is értünk el. Két szép sikerünk volt az értékszámos sakkozók között. Sikernek azt tekinthetjük, hogyha az országos döntőn induló általában 25 résztvevő közül, 25 bajnok közül az első tízbe verekszi be valamely sakkozónk magát. Nos, a az értékszámmal rendelkező ö, lányok között, a lány hatos kategóriában, tehát itt középiskolásokról van szó, Benicsák Patrícia Eszter, a, aki egyébként a Nyíregyházi Egyetem NB2-es és megyei ö, csapatának is a tagja, egy kiváló nyolcadik helyezést ért el még egy ettől fényesebb sikerre is sor került, ugyanis Varga Péter szakmai nagymesterünknek a fia, az igen tehetséges Varga Marcel, aki mindössze kilencedik volt az induláskor a rajtlistán, értékszám szerinti rajtlistán, óriási teljesítménye rukkolt elő, és a fiúltös kategóriában a kiváló negyedik helyezést érte el, pedig ellenfelei között mesterek is voltak. Marcel ezzel a kiváló eredménnyel dinamikus fejlődéséről tett tanúbizonyságot újra. Értékszám nélküliek között még ettől is több sikerről számolhatok be. Először is nézzük a hölgyeket. A lányok közül a lány hármas kategóriában, tehát itt általános iskolás lányokról van szó, 10-12 éves lányokról, a Máté szalkai, német nyelvű általános iskolának a tanulója, pap Regina egy igen kiváló és sakszerető kisasszony, egy nagyszerű eredményt ért el, ezüstérmet szerzett az országos döntőn, és biztos vagyok benne, hogy a következő években már az értékszámosok között fog Regina kiváló eredményt elérni. A lány ötös kategóriában Aux Liliana, nyiregyházi leányzó, a kiváló nyolcadik helyet érte el. A lány, hat lány hatos kategóriában is szép eredményeink voltak. Két nyíregyházán tanuló egyébként nagyhalászi kislány ért el kiváló eredményt, Orosz Eszter, a lányhatós kategóriában ötödik helyezést ért el, egyébként ő volt már bronzérmes is, és régi barátnője szintén tanítványon volt, Nagy Fanni pedig a soron következő helyezést, a hatodik helyezést ért el. Ezen hölgyeknek a taps jár, egy virtuális taps az adásban, és az elismerés. A fiúk, a férfi palánták is igencsak kitettek magukért. A fiú hatos kategóriában, tehát a legnagyobb középiskolások kategóriájában egy kismárdai fiatalember, Szolnok Miklós lecsúszott a dobogóról, egy csodálatos negyedik helyezést ért el. Fiú négyes kategóriában Simon Örs Attila nyíregyházi fiatalember, aki a nyiregyházi egyetemnek a megyei csapatában küzd, a kiváló hetedik helyezést ért el, és emellett még két csodás eredménynek voltunk a a Tanúi, illetőleg az örvendői. A Fiú egyes kategóriában Juhász Edmond a gyönyörű második helyezést ért el, és a, az NVSC Nyíregyházi Sportcentrumnak a, a sakkozó ö, palántája, a Kisvárdán lakó Ferko Donát a Fiú 2 kategóriában pedig országos bajnok lett. Ferko Donát előtt is, mint az előbb említett többi sakkozó között is, szép pályafutás állhat, hogyha kellő ütemben és intenzitással folytatják a futásukat. A fiatalok, a gyerekek ö, után azt hiszem rátérhetünk a felnőttekre. Az NB2-ben két ö, forduló a 9. és 10. forduló lebonyolítására került sor előző adásunk óta. A 9. fordulóban a Nyíregyházi Egyetem mérkőzött meg a mezőkövesdi csapattal. A mérkőzés talán ö, kiegyenlített erő küzdelmét is hozhatta volna, de a Nyíregyházi Egyetem lelkes sakkozói ö, szép győzelmet arattak mezőkövesd ellen a megyeházán, 7,5-4,5 arányban ö, legyőzték a mezőkövesdi gárdát, és ezzel mezőkövesdet a kiesés szele ö, meglegyintette. A másik két megyei csapatunk Nyíregyházán mérkőzött meg, a Nyíregyházi Sportcentrum újabb nevén már NVSC, a Tiszavasvári csapatát fogadta, mindkét csapat kihagyott egy-két játékost a legerősebb összeállításból, tehát kevéssé tartalékosan álltak fel. A két csapat között azonban mégsem volt ilyen nagy arányú különbség, a Tiszavasváriak csupán egy döntetlen tudtak elcsípni, 11 fél, fél arányban az NVSC játékosai kasszírozták a győzelmet. A tizedik fordulóra is sor került, és ezek után már csak egyetlen forduló van hátra az NB2-ből. A Nyíregyházi Egyetem Debrecennel, a debreceni sakbarátokkal mérkőzött meg. A sakbarátok egy korábban sokkal magasabban jegyzett csapat volt, derekasan helytált egy pár évvel ezelőtt az NB1B-ben is, azóta elgyengültek a debreceniek. A Nyíregyházi Egyetem talán gyengébb csapat lehetett volna, de kitettek magukért, lelkes küzdelemmel 6 hat döntetlen értek el a debreceniekkel szemben. Mezőkövesd Tiszavasvárit fogadta vendégül, mezőkövesden mérkőzik mostanában úgy tűnik minden csapatunk, tehát mezőkövesre látogatott Tiszavasvári csapata, és a két csapat mérkőzése azért is volt rendkívül fontos, mert amelyik csapat győzedelmet győzedelmes lesz, azt már nem fogja a kiesés szele legyezgetni, ugyanis amelyik csapat elnyeri a két csapatpontot, az a csapat már matematikailag sem eshet ki az MB2-ből. Ennek megfelelően a csapatok felkészültek, és igyekeztek a legjobb összeállításban leülni. Ez a mérkőzés Tiszavasvári győzelmét hozta, a vendégeskedő, tehát utazó Tiszavasváriak minimális arányban, de mégiscsak legyőzték Tiszavasvárit,

A megyénk legerősebb csapata, a Sportcentrum NVSC pedig Hajdúszoboszlóra látogatott. Hajdúszoboszló egy érezhetően gyengébb csapat, mint a Sportcentrum NVSC csapata, és még három jó játékosát nélkülözte is. Ennek megfelelően az NVSC hengerelt, 11-1 arányban tudta legyőzni Hajdúszoboszlót. Ez a teljesítmény azért is figyelemre méltó, mert a Sportcentrum NVSC, tehát a legjobb nyiregyházi csapat, legjobb megyebeli csapat két mérkőzésén összesen 22 és fél pontot szerzett meg a lehetséges 24-ből, tehát a, a, az NVSC tarolásainak voltunk a szemtanúi. Ezek után a tabellán harmadik helyen volt versenyes, harmadik helyen áll az NVSC, hatodik helyen áll a Nyíregyházi Egyetem, és tizedik helyen áll a Tiszavasvári, amely csapat már biztos bennmaradó az MB2-ben. Sor került a megyei csapatbajnokságban is egy forduló lebonyolítására. A nyolcadik fordulóra került sor. A forduló sláger mérkőzése a Nyíregyházi Egyetem második csapatának és az NVSC második csapatának a mérkőzése volt utca hosszal vezetett már a bajnokságban az egyetemisták második csapata, és amennyiben az NVSC második csapata 10 nóra tudta volna megverni az egyetemistákat, ami egyáltalán nem valószínű, abban az esetben még matematikailag utolérhették volna a bajnoki címért fut, folyó küzdelemben. Hát... Az egyetemisták második csapata is egy betonkemény csapat, igen sok rutinos régi játékossal és ügyes fiatalokkal. A mérkőzés kiegyenlített küzdelmet hozott, 5-5-ös döntetlennel az egyetemisták második csapata bebiztosították az ezüstér, az aranyérmüket, és az ezüstéremért folyó küzdelemben pedig holtverseny alakulhat ki a Dávid SC és az C második csapata között. A Dávid SC egyébként az egyetemisták harmadik csapatával mérkőzött meg, és mint jóval erősebb csapat, nagy arányú győzelmet, 8-2-es győzelmet aratott az egyetemisták harmadik csapatával szemben. A, az igen erős vajai csapat Nyírbátor fogadta hazai pályán. A nyírbátoriak bátran vethették magukat a küzdelemben, mert le tudták győzni a vajaiakat 6-4 arányban. Balkányba látogatott az, a, további a negyedik ö, igen erős csapat, a Kisvárda csapata, és esélyeshez méltóan a kisvárdaiak 7 és fél, és fél arányban győzték le a balkányiakat. Ezek után a tabellán első helyen áll a Nyíregyházi Egyetem, második csapat, az első csapat ugye az MB2-ben játszik, a második csapat behozhatatlan ö, előnye van, tehát már az utolsó forduló előtt bajnoknak tekinthetjük az egyetemisták második csapatát, második, harmadik helyen áll, az NVSC második csapata és a Dávid SC, negyedik helyen áll Kisvárda, ötödik helyen áll Vaja, és ezek után pedig a gyengébb csapatok állnak a megyei csapatbajnokság tabelláján. Most Tisztelt nézőink, hogy tudósítottam önöket a megye és a régió az MB2 küzdelmeiről, egy fontos eseményről szeretnék még megemlékezni. Van a magyar sakban egy olyan sakkozó, aki a nemzet sportolója. Személyesen Portis Lajos nemzetközi nagymesterről van szó, aki a nemzet sportolója, és április 4-én töltötte be a 82. életévét. Portis Lajos egy állócsillag tulajdonképpen a magyar sakkozás egén, bár már évek óta nem játszik a nagymester, hiszen meglehetősen időskorú, tudása azonban változatlanul óriási, és el kell hogy mondjam, több hazai és több világrekordnak a birtokosa. Portis is nagymester nem csak szuperbajnok, hanem kilencszeres magyar bajnok is, nyolcszoros világbajnok jelölt, legjobb időszakában második-harmadik helyen állt a világranglistán, amit azt hiszem kevés magyar sakkozó mondhat el magáról. Pontos eredményeket most hadd ne mondjak, csupán azt emelhessem ki, hogy Portis is Lajos milyen óriási klasszis volt a világ sakkozásában, és amiben szintén világrekorder 20-szoros olimpikon. Az olimpiák nagyobb részén a csapat első táblán játszott, és hogyha számításba vesszük, hogy két évente rendeznek olimpiákat, akkor bizony meg kell, hogy állapítsuk, Portis nagymester négy évtizedig volt az olimpiai csapatnak a tagja, döntően első táblás. Emellett ugye felsorolni is nehéz, hogy olimpiai bajnoki címe mellett hány ezüstérme van, gondoljunk itt a, a Zigenész kopjai sakkolimpiára bronzérmes, például mondjuk az 1966-os havannai Sakkolimpián a csapat, és még számtalan más ö, sikernek a birtokos, a Portis nagymester, aki a legszebb eredményeit egyébként ö, egyéni versenyeken tudta elérni, de amikor a magyar válogatottnak a rendelkezésére állt, Portis nagymester mindig a csapatnak a motorja volt, meghatározó első táblás, illetve fiatalabb éveiben ö, Hátrébb játszott. Első olimpiáját 1956-ban Moszkvában, a Moszkvai Sakkolimpián játszott, akkor tűnt fel, mint fiatal titán, fiatal mester, a bronzérmes olimpiai csapatnak a tagja volt, és ezt követően még több mint négy évtizedig állt a magyar olimpiai csapatnak a, a rendelkezésére. Anélkül, hogy fel tudnám sorolni Portis nagymesternek a kiváló eredményeit, néhány partival szeretnénk megemlékezni róla, tiszteletet adni a világhírű nagymesternek, aki a sakk történelemnek a része. Néhány partival szeretném a kedves nézőknek bemutatni Portis nagymester alkotó fantáziáját, világklasszisát. 1970-ben járunk a németországi Zígeni Sakkolimpián, ahol Portis Lajos nagymester által vezetett magyar csapat ezüstérmet nyert a Szovjetunió válogatottját követve. A partiban Portis nagymester a sötét figurákat vezette, ellenfele a Fülöp szigeteki Roberto Naranya. Naranya C4-jel nyitott, amire Portis nagymester Huszár F. hattal válaszolt. Megjegyzendő, hogy Portis nagymester nem egyszer húzott C4-re mást is, például e is lehetséges egy klasszikus angol megítású partiban, de hát a készülhetett naranja és nagymesterünk egyaránt. Világos d 4 jel folytatta, amire Portis nagymester G6-ot válaszolt ebből az állásból lehetséges még sok minden Grünfeldvédelem, védelem, Kiráindiai védelem, akár még ö, egyéb mondjuk mondjuk ö, más megnyitások is. Ö, világos huszár C6-ot lépett, és Portis nagymester D5-tel a Grünfeld védelembe terelte a játékot. A Grünfeld védelem eszmélye, ugye mint Péter nagymesterrel beszéltük máskor is, ö, az, hogy sötét elsáncol, a sötét mezőjű futóját G7-re helyezi, és a ár, az F6 huszár ellépésével igyekszik röngenezni az A1-H8 nagyátlót a centrumképző rendszerben, mint egy megnyitva a masszív világos gyalogcentrumot. Hát vártuk, hogy világos hogyan folytatta, beütött D5-re, ezzel a centrumképző Grünfeld beterelte a játékot a centrumképző rendszerbe, tehát c 4 t D5, amire természetesen huszárüt D5 következhet, és a száz a évvel ezelőtti elmélet saggondolat alapján világos e 4 kötelezte sötétet arra, hogy lecserélje a huszár C3-on. Tehát E2, E4. Egy jó évtizeddel ezen parti előtt Portis nagymester, a boldog emlékezetű Szabó László, szintén világklasszis magyar nagymesterrel játszott. Szabó nagymester ö, számára is váratlanul ebben az állásban sötéttel a huszárját B6-ra vitte vissza, és az ő ö, dinamikus, taktikus, kombinatív, aktív stílusához nem illő állás alakult ki, és vereséget szenvedett a fiatal Portistól. Ö, ez a parti, mintaparti volt tulajdonképpen, mindenki is Elméleti könyvre, hogy ilyen esetben nincsen más, mint a huszárral be kell ütni C3-ra. Nos, sport is nagymester is ezt tette, a D5 huszárral beütött C3-ra, és világos visszaütött a gyaloggal kialakult egy masszív világos gyalogcentrum, amiről úgy gondolták száz évvel ezelőtt, hogy, hogy, világos nagyon jól áll, hiszen teret nyerő, téről elő masszív gyalogcentruma van, ami előny biztosít neki a tisztek mozgási szabadsága is talán centrum fölény miatt, viszont sötétnek semmilyen gyengesége nincsen, hamar befejezi a fejlődést és eredményesen igyekszik támadni a centrumot. Nos, portis nagymester követte az elméletet, futó G7 jött, amire világos futó C4-gel válaszolt. Itt lehetséges azonnal a sáncón, és lehetséges azonnal C5-tel támadni a centrumot. Portis nagymester azonnal támadta a centrumot C 7 C5-tel. Természetesen ez a gyalogot c 5 ön nem üthető le, mivel arra futó g 7 c 3 sakk és bástyanyerés következne, tehát ez nem volna egy megfelelő ötlet. Világosnak tartania kell a, a gyalogcentrumot, nem engedheti meg, hogy kettős gyalog formájában szétessen az, illetőleg még anyagi veszteséget is szenvedjen, ezért következik Huszár G1-E2. Akkoriban a 70-es években még, 60-as, 70-es években szinte mindig 20 2 t húztak, később a 70-es évek második felében 80-as évek divatja volt a Huszár F3, ez egy modernebb változat. Ekkoriban a 70-es években, 60-as években még féltek a futó G4 lekötéstől, tehát az eredeti Huszár 2 t húzta naranya. Portis nagymester Huszár C6-tal bekapcsolt még egy tisztet a D4 pont elleni nyomásba, tehát Huszár B8 C6, amire világosnak tartania kell a centrumot, tartania kell a D4 pontot, futó C1 E3 következett. Elmélet útján járunk, sötét rövidre sáncolt, és itt világos tért el az elmélettől, valószínűleg valami előkészített változatba szerette volna a is nagymestert belecsalni. Az elmélet itt mindig azt adja, hogy világos rövidre sáncol. Egy pár ével a parti után jelent meg Botvinnik ex Jakov Esztrin nagymesterrel közösen írt, Grünfeld védelemről írt monográfiája, amiben elrettentő példaként említette ezt a partit, hogy világos kénytelen sáncolni, mivel Portis nagymester folytatásával hátrányba kerül, illetőleg reális támadási lehetősége nincs. Tehát H4-et húzott, világos, ami a komolyabb magas színvonalú versenygyakorlatban ekkoriban még ismeretlen volt. Tehát világos stratégiai elképzelése az, hogy tartja a centrumot, ott ne tudjon semmilyen előnyt elérni sötét, ne tudjon konkrét ellenjátékot intézni, és hogyha a centrumban nincs ellentámadás, akkor ő H4-el neki eshet sötét királyállásának. Nos, a fülöp első táblása úgy gondolta, hogy egy szokatlan stratégiával megzavarhat egy igazi világklasszist, de hát a világklasszis azért világklasszis, mert szokatlan állásban is feltalálja magát. Bizonyos idejű gondolkodás után egy igazán komoly világklasszis, amilyen port is nagymester volt, felméri az állást, megtalálja annak a gyenge pontját, és ennek megfelelő tervet és konkrét lépést Választ. Nos, ugye Port is nagymester állását a H5 fenyegeti, tehát egy olyan tüskét akasztanának a, a királyállásába, amelyel a királyállás kinyitva szeretnék őt megmattolni, megadásra késztetni. A stratégia törvénye, ugye középen van világosnak a királya, valahogy ellentámadást kell vezetni, a király középen maradását ki kell használni. A H5-tel semmit sem érne el sötét, hiszen G4 következhetne előkészítés után természetesen, megfelelő előkészítés után, és úgy lehetne kinyitni a király állását. Tehát port is nagymester cserél D4-en, C5 üt D4. Tehát a, a királyszárnyi támadást Látva, forszírozok az eseményeket a centrumban, ott igyekszünk kinyitni az állást. Világosnak gyaloggal kellett visszaütnie, C3-D4, és sport is nagymester úgy látta, hogy a sötét mezőkön kell operálni, vezér D6-ot húzott. Mi fenyeget? Természetesen fenyeget vezér B4 sak, és elúszna a C4-en álló futó, ezért Naranya az A1 bástyáját C1-re tette. Ez egy nagyon szép lépés, védi a közvetlen fenyegetést, azonban Portis nagymester bástya d 8 al további nyomást tudott kifejteni a világos centrumra, a D5 gyalogra. Most már nem nagyon tudja mi egyébbel védeni a D4 pontot, tehát a király elleni támadás Portis nagymester centrumbeli ellentámadással ellensúlyozta, a D4 pont ellen irányuló nyomással ellensúlyozta, így kénytelen volt a gyalogot világos megtolni, hiszen már csupán három tisztel védi azt az E3 futóval, az E2 huszárral és a D1 vezérrel, további tisztet a védelemben nem tud bekapcsolni, Port is nagymester viszont a G7 futóval, a C6 huszárral, a D8 mástyával és a D6 vezérrel támadja azt, tehát meg kell azt védeni. D5 következett, amire a megtámadt huszárt a centrumba helyezte a nagymester, huszár E5. Portis nagymester ezen lépésére a Fülöp-szigetekiek legjobbja vezér B3-mal kívánta tartani a C4 pontot, tehát üsbe C4-re, én majd nehéz tisztelütök vissza, és az egyetlen nyílt vonalon uralkodni kívánok a vezérbástya üteggel. Erre azonban a nagymester futó D7-tel igyekezett befejezni a, a mozgósítást, természetes, hogy a másik bástya is a nyílt vonalra készül, ha csak korábbi döntés nem születhet. F3-at húzott világos, és érezhetően gyengék most már a sötét pontok az állásában itt dördült el az egyébként stratégiai teljesítményéről, stratégiai pozíciós tudásáról inkább világklasszisként ismert Portis nagymester, B5-öt húzott. Ez a, ez a gyalog természetesen nem üthető, hiszen hogyha a futóval üthetne világos, arra az esetre bástya szembenállás következne és kihasználhatná Portis nagymester a a lekötést, Naranja visszavonult a futóval D3-ra. Úgy tűnik, hogy minden rendben van világos állásában, ez az állás azonban tanulj kombinálni rovatba illő állás. A magyar nagymester világklasszishoz méltóan azonnal meghúzta a legjobbat, vezér B4 sakk, és világos szemléve az állást, nem látott mást, mint Kezet nyújtott. Miért is? Hát ki kell lépni a sakból, vagy el kell azt hárítani. Ha a vezér üt B4, akkor Portis nagymester 20D3 sakk, majd leüti a világos vezért is, egyéb állásban pedig, hogyha nincs vezér B4, akkor egyszerűen Portis nagymester lecseréli a vezéreket, majd 20D3-mal tisztet nyer tehát ezzel a remek centrumbeli ellentámadással igen hamar nyert a magyar világklassz is. Tisztelt nézőink, sajnos elfogyott a műsoridőnk, a következő adásunkban szeretnék még Önöknek Portis nagymester alkotásaival kedveskedni, most azonban el kell, hogy búcsúzzak, viszontlátásra!